Dr. Pagonyai Gábor, ortopédsebész főorvos, Nógrád megyében az ortopédsebészeti osztály és ellátás megalapítója, 25 éven át vezetője. Felesége is egészségügyi dolgozó, két felnőtt leányuk van. Dr. Pagonyai Gábor vagyok, 1953-ban születtem Budapesten, foglalkozásom orvos, ortopédsebész vagyok. A jelenlegi munkahelyem az Egészségügyi Gyógyszerészeti Minőségügyi és Szervezetfejlesztési Intézet. Ott vagyok tudományos tanácsadó. Miért lettem orvos? Magam sem tudom, én világéletemben orvos akartam lenni, tehát gyerekkoromban sem akartam soha se tűzoltó, se hajós kapitány, se villamos kalauz lenni. A keresztapám az orvos volt, illetve hát ez egy furcsa dolog, a másik, amire emlékszem az indítatásomra, hogy 4-5 éves koromban ment egy operett. A rádióban gyakran játszották a Csákányi Laci bácsival a doktor úr dalát, és ez nekem nagyon tetszett. Úgyhogy ez egy furcsa dolog, de azt hiszem, hogy ez jelentő szerepet játszott a pályaválasztásomban. Az iskoláimat Budapesten végeztem, a szüleim jó voltából igen neves iskolákba jártam, a Patinás Szent László gimnáziumban érettségiztem, ami akkor UNESCO iskola volt. Aztán később a Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szereztem általános orvosi diplomát. Az első munkahelyem az egyetemen volt az ortopédiai klinika, ahol 1982-ben jeles eredménnyel ortopédsebész szakvizsgát szereztem. A klinikán előbb klinikai orvosként, később tanársegédként dolgoztam, de igazából mindig az érdekelt engem, hogy minél hamarabb szerezek egy olyan gyakorlati tudást, ami önálló lehetek, és ennek megfelelően 1985-ben a professzoromtól azt a megbízást kaptam, hogy menjek Nógrád megyébe, ahol nincs, akkor még nem volt ortopéd osztály, nem volt ortopédiai ellátás, és ezt én szervezzem meg. Úgyhogy így kerültem 1985-ben. A magyar ortopédiai történetében a mai napig a legfiatalabb megyei főorvosként, 32 éves voltam kinevezésre, és ott aztán gyakorlatilag 25 évig dolgoztam. A semmiből megszerveztem az ortopédiai osztályt, az ellátást. Ahogy én azt úgy szoktam mondani baráti körben, amikor odaérkeztem, akkor az egy szike, egy csipesz állapotban voltunk. Nem volt semmi, a nővéreik voltak, beosztott orvosom nem volt. Most ehhez képest 1988-89-ben már 4 orvossal az akkori kornak legmegfelelő, legkorszerű műtéteket, tehát térd és csípőprotézíteket is ültettünk be. Sőt, amire mai napig külön büszke vagyok, 1987-ben vidéki klinikákat megelőzve az akkor teljesen újdonságnak számító artroszkópos sebészetet Salgótarjánban mi már műveltük. Eltelt 25 év, 25 év alatt sok gazdasági és emberi nehézség ellenére úgy érzem, hogy sikerült folyamatosan fejleszteni az osztályunkat, és gyakorlatilag a 90-es évek végére létrehoztunk egy olyan osztályt, amelyik a korszínvonalnak megfelelően tulajdonképpen hasonlítható akár nyugat-európai hasonló nagyságú osztályokhoz végeztünk minden olyan műtétet, amit ott is szokás volt végezni. 21 ágyon dolgoztunk, és külön jó érzéssel töltött az emlék, hogy abban az időben a Salgótarján megyei kórházban óriási volt az orvos fluktuáció, én pedig a 25 éves ottani tevékenységem során büszkén mondhatom el, hogy tőlem akár orvos, akár nővér csak nyugdíjba ment, illetve egy orvosomat kikérte közvetlenül a szakvizsga után egy neves pesti intézet a tehetségére való tekintettel, és ő azóta is ott dolgozik tehetségesen. Tehát gyakorlatilag ugye ott tartottuk, hogy 1989-90-re fölállt az osztály, egy 21 ágyas osztály, akkor még elfogadható nővérgárdával és 4 orvossal. Ugye a nővér ellátottság tekintetében sajnos a országban az egészségi gazdasági nehézségei okán, ugye ez minket is érintett, az elkövetkező időszakban a nővérek létszáma sajnos olyan miért nem csökkent igazából, hanem került fejlesztésre. Tehát a kor igényének megfelelően nem került fejlesztésre, nálunk is az volt bizony, hogy délutános meg éjszakai műszakban kevesebb nővér dolgozott, mint amennyire az igazán a betegellátáshoz szükség lett volna.
Az orvosaim fejlődése az úgy tűnt, hogy azt töretlenül tudtuk végigvinni, hiszen a pályafutásom alatt én 7 szakorvost neveltem föl, a 7 szakorvosból 4-et a saját osztályunknak, 2-t a társosztálynak, a traumatológiának, és nagyon büszke vagyok arra, hogy 2 olyan szakorvost neveltem, akik a szerencsétlen történelmi helyzetnél fogva magyarnak születtek, de nem Magyarországon laknak és nem magyar állampolgárok, viszont én hozzám jöttek szakorvosi kiképzésre, nevezetesen a Felvidékre, tehát a Nógrád megye, ugye történelmi okoknál fogva azzal a területtel a mai napig szoros ember és szakmai kapcsolatokat ápol. Az alatt a 25 év alatt, amíg ott dolgoztam, volt egy kezdeti periódus, amiről így, ahogy visszaemlékszem, elmondható, hogy lényegesen könnyebb volt, mert sokkal több szakmai és anyagi támogatást kaptunk, mint később, amikor jöttek az egész országot érintő gazdasági nehézségek. Hál' Istennek ezt az első periódust sikerült úgy kihasználnunk, hogy olyan szakmai és tárgyi fejlesztéseket végezhettünk el, ami aztán a későbbi munkámban is nagy segítségre volt. Az előtt talán már említettem, ugye, hogy igen korán elkezdtük a térd és a csípőprotéz műtéteket, az artroszkópos tevékenységünket az alapszintről egész magas szintre sikerült felfejlesztenünk, az ehhez szükséges műszereknek a cseréjéről sikerült gondoskodnunk. Sőt, volt egy olyan területe a működésünknek, amiről úgy tudom, hogy a mai napig a szakmában Magyarországon egyedül nekem van közleményem. A 90-es évek végén körülbelül 3 éven keresztül lézerartroszkópos sebészetet is végeztünk, ami olyan hírünket vitte, hogy az ország másik feléből is jöttek hozzánk betegek. Ez sajnos azért ért véget, hogy is tipikus magyar történet, mert az egyik nagy összeget érő alkatrész a gépünknek tönkrement, és a kórháznak nem volt soha többet alkalma arra, hogy ezt az alkatrészt pótolja. Gyakorlatilag minden olyan műtétet végeztünk a gyerekortopédiai műtétek kivételével, amely egy felnőtt ortopédiai osztálytól elvárható volt a 20. század végén, 21. század elején. Gyerekortopédiai műtéteket pedig csak olyan esetekben végeztünk, amikor a gyerek egyedülben hagyható volt az osztály, tehát magyarul nagyobb gyerekeknél, mert arra soha nem volt lehetőségünk, hogy szülőt is befektessünk a gyerek mellé az osztályra. Végül is én úgy gondolom, hogy sikerült egy olyan tevékenységet végeznünk, amely elismeréseket váltott ki. A tevékenységünkről rendszeresen beszámoltunk elsőbb a hazai konferenciákon, de számos külföldi konferenciára is elvittem a munkánk hírét, és arra külön gondot fordítottam, hogy rendszeresen publikáltunk, tehát gyakorlatilag minden évben egy-két publikáció született a munkánkból. Említettem ugye, hogy igyekeztünk publikálni a tevékenységünket. Ennek az eredménye az, hogy ez alatt a idő alatt, ha jól emlékszem, azt hiszem 26 közlemény született az osztályról. Ezek nagyrészt magyar nyelvű szakfolyóiratokban jelentek meg, de kuriózumként, hogy említsenek, hogy a török ortopéd társár szakfolyóiratában is van egy közleményem, ami úgy született, hogy egy ottani kongresszuson jártam előadóként, és a helyi szervezők fölkértek, hogy az előadásomat azonnal fogalmazzam át cikké, és adjam le nekik még mielőtt hazajövök Magyarországra. Érdekes világ volt, mert gyakorlatilag egy vidéki kórházban, egy megyei kórházban az ember nem nagyon kap támogatást a tudományos munkához, úgyhogy az azért sokszor olyan szervezési és egyéb erőfeszítéseket igényelt, ami azért jelentősen igénybe vette az embert a napi munkáján túl. Ugyanígy volt a szakorvos képzés, ugye arról is megemlékeztem már az előbb egy mondat erejéig talán. 7 szakorvost képeztünk az osztályon ez alatt az idő alatt. Ebből a 7 szakorvosból tulajdonképpen 4 volt, hogy ahogy veszünk, akkor kiegészítve az előbbi gondot, 4 volt külföldi, hiszen az említett 2 magyar, de határon túli vidéken élő kolléga mellett a traumatológiai osztálynak kiképzett 2 orvos viszont arab országokból jött, és az én kezem alatt szerezték meg a magyar nyelvi szakvizsgájukat. Én úgy gondolom, hogy ezekre jó érzéssel emlékezhet vissza az ember. A kongresszusi előadásokon, aminél
tehát 25 évvel több mint 100 kongresszusi előadást tartottam. Kongresszusi előadásokon túl a első van a megyében fölkérve számos továbbképző előadást tartottam, részben orvosoknak, részben gyógytestnevelőknek, részben nővéreknek. Az elismerés. Az elismerés az az volt ugye, hogy a szakmában én voltam az első, aki 2012-ben a Magyar Ortopéd Társaságtól a szakmai életutam elismerését elfogadó úgynevezett dicsérő oklevelet, vagy dicsérő diplomát kaptam. Erre büszke vagyok. A szigorúan vett orvosi szakmai tevékenységen és szakmai szervezési munkán túl egyéb közéleti tevékenységeket is igyekeztem végezni. A 25 év alatt számos országos kongresszust, különböző tudományos rendezvényeket tartottunk részben nemzetközi részvétellel. 2005-ben például a Magyar Ortopéd Társaság 48. kongresszusán részt vett az Európai Ortopéd Társaságnak egy továbbképző küldöttsége, ami unikum volt abban az időben, azt tudom megelőzően vidéki ortopéd kongresszusok, ami ilyen még nem volt. Ugyancsak igyekeztem a megyei sportéletet támogatni. Én nekem elég jelentős sportbeli múltam volt, és ennek révén 1993-ban fölkérést kaptam, hogy a Döglődő Megyei Atlétikai Szövetségnek az irányítását vegyem át, és végül is 5 éven keresztül, 93-tól 98-ig én voltam a Nógrádi Atlétikai Szövetségnek a vezetője, és hát ott sikerült egy-két kellemes dolgot bevezetni, tehát megszerveztük például a Csalgó-Tarjánban és Palasgyarmaton a serdülők és ifjúságiak iskolai tanulóknak a rendszeres atlétikai bajnokságát, aminek a csúcseseménye minden évben egy Balassagyarmat és Salgótarján közötti diák válogatott atlétikai verseny volt. Aztán ugyancsak ehhez a témához tartozik az, hogy a lakóhelyemen, Bátor terenyén, kis terenyén 2005-ben, amikor megépült az uszoda, annak a segítségével megszerveztünk egy mai napig jól működő amatőr sportegyesületet, a Bátor terenye város sportegyesületét, röviden BVS-e, és ennek az egyesületnek én voltam az alapító elnöke, 5 évig vezettem az egyesületet. Egy nagyon tisztességesen, teljesen amatőr alapon működő, de tulajdonképpen a minőségi sportbeli eredményeket nem hajszoló szabadidős sportegyesületet szerveztünk, amelyik jól szolgálja a helyi polgároknak az egészségnevelését. Gyakorlatilag úgy gondolom, hogy ezek voltak azok a fő közéleti tevékenységek, amikre jó érzéssel gondolok vissza. És hát én a magam részéről a mai napig sportolok, bár a pocakomon ez nem látszik, de ezt a vonalat továbbra is ugye szeretném folytatni, mert azért hetente kétszer-háromszor ma is vagy hosszú után futok, vagy úszok. Én úgy gondolom, hogy ez egy orvosnak az életéhez hozzá kell tartozom. A szakmai közéleti tevékenységem szorosan hozzátartozik, hogy én 8 évig voltam először városi kamarai elnök, aztán egy második 4 éves periódusban Nógrád megye orvosi kamarájának az elnöke. Ez egy kemény 8 év volt, mert ez alatt az idő alatt zajlottak le azok a harcok, amiknek a során orvosoknak országszerte visszaszereztük az elmaradt ügyeleti díjait. Salgótarján városán belül meg kellett küzdeni az akkori városi vezetéssel, akik a háziorvosokra rá akartak kényszeríteni egy olyan szerződést, amivel nagyon-nagyon rosszul jártak volna anyagilag. És hát azért volt ugye kemény harc, mert közismert, hogy sajnos az orvostársadalom nem eléggé harcos a saját egzisztenciális érdekeinek az érvényesítésében. Ezekben a kérdésekben viszont sikerült eredményt elérnünk. Én úgy gondolom, hogy ezeket az eredményeket azzal ismerték el, hogy én végül is, amikor leköszöntem a megyei kamarai elnökségről, utána megkaptam a Magyar Orvosi Kamarának a legmagasabb kitüntetését, a Semmelweis-érmet. 30 éve vagyok nős, a feleségem, majd szoktam mondani, hogy ugyanígy fertőzött, mint én, mert egészségügyi dolgozó. Még annak idején az ortopéd klinikáról loptam őt el. Ő nővérként és asszisztensként dolgozott egész életében. 32 évig itthoni munka után úgy gondolta, hogy most már pénzt is kell keresni, mert 2 éve Ausztriában, illetve Németországban dolgozik. Hál' Istennek ugye a családom, a két nagy lányom meg én a modern hírközlési eszközöknek köszönhetően napi kapcsolatban vagyunk vele. Büszke lehetek a két lányomra is, két nagy lányomban, felnőtt korúak, az egyik, a nagyobbik lányom junior managerként dolgozik egy úgynevezett multinacionális vállalat magyarországi
leányvállalatánál, a kisebbik lányom pedig az ELTE társadalomtudományi szakán ebben az évben fogja megszerezni, úgy néz ki a master diplomáját. A szabadidőmben a családomon túl elsősorban sportolni szeretek, talán az előbb már erről tartani egy-két mondatban. Én versenyszerűen asztali teniszeztem 20 évig, miután azt abba hagytam, amatőr futó lettem, futottam életemben 10 maratont, legalább ennyiszer átúztam a Balatont, a Velencei tavat, és a mai napig hetente kétszer-háromszor futok, úszom. A sportoláson túl, amit nagyon szeretek, az a könyvek, és még a gimnázium indítatása, ahol én latint is tanultam, és kiváló latin és történelem tanáraim voltak. Nagyon szeretem az ókori irodalmat, a könyvtáron egy jelentős részét az ókori szerzők művei teszik ki. Bennük mindig találok újat és elmélyülni valót. Röviden ennyi.